Így néz ki a tuzséri Jonathan alma, a Szabolcs aranya. A gyümölcsöt illata, íze minden más fajtától megkülönbözteti. Különleges a technológia is, ahogy termesztik. Az uniós oltalom adományozásánál úgy fogalmaztak. Az itt alkalmazott, úgynevezett Nagy Sándor-féle meccési technikának köszönhetően a szellősebb és nyitottabb lombszerkezet miatt a napfény a korona belsejében fejlődő gyümölcsöket jobban éri. A szakszerű művelést a gazdák kitartó gondoskodása garantálja. A tuzséri TÉSZ elnöke azt mondta, óriási elismerés számukra az uniós oltalom. Tuzsér azért az almatermesztésről nagyon régóta ismert és nagyon régóta híres, úgy gondolom. Tuzséron már az 1700-as, 1736-ban is már írásos nyomban arról, hogy Tuzséron almatermesztés volt. Tehát közel 300 éve már ugye Tuzséron almatermesztéssel foglalkozunk. És hát úgy gondolom, ez a csúcspontja ennek a dolognak, hogy ezt a tiszteletet és ezt a megbecsülést megadjuk a tuzséri almának, és ez nagy öröm számunkra, hogy sikerült ezt elérni, hogy uniós oltalmat kaptunk, és még az is elképzelhető, hogy ezzel egy hungarikum elismerés is fog járni itt a hazai piacon. Hiába az elismert termesztési technológia, az időjárás viszontagságait tuzsíron is csak mérsékelni tudták. A helyi TÉSZ elnöke úgy számol, a fagykár miatt a vártnál gyengébb lesz az almatermés. A minősége viszont jó lesz a gyümölcsnek. Közepes termésre számítunk, vagy inkább egy gyenge közepesre, mert a tavaszi fagyok sajnos bennünket is úgy nézett ki a tavasszal, hogy nem lesz fagykárunk, de sajnos most kiderült későbbiekben. Ugye még akkor még ügyben voltak, illetve még búrokban voltak a virágok, akkor volt egy ilyen mínusz 10, mínusz 11 fok, és nem látszott, hogy komolyabb károsodást okozott volna ez a gyümölcsösbe. Ki is virított, ugye meg is kötött, és ez követően egy nagyon komoly hullás következett be, amely sajnos amiatt volt, hogy megfáztak sajnos ezek a bibék már benne a borokba, és így az idén sem számíthatunk egy túl nagy termésre. Ami termésünk van, az úgy helyek közel, viszont minőségben egy jó minőségnek mondható. Korábban ugyan jelentős mennyiséget adtak el a külpiacon, a járvány miatt csökkent az export lehetősége. A tuzséri almának a 80%-át ezért inkább a hazai piacon értékesítik.